polgármester úr föltette az összes kérdéset, akkor szeretném én is föltenni. Ja, még, de akkor tegye még. Ha van kérdés, akkor ezt tegyük. Lázár Jánosnak folyamatosan zajló tárgyalásai során milyen eredményre jutott a 2016-os ígéret kapcsán, hogy a káros útjait a miniszterelnökség tartani fogja? Lázár Jánossal a Kárt ügyben emlékeim szerint még az ő polgármestersége idején kezdődtek tárgyalások arról, hogy a Kárt ügyben ki kellene fizetni azokat a károsult alvállalkozókat, akik Hódmezővásárhely, Szeged és egyéb beruházásokon dolgoztak. A vásárhelyi önkormányzat, ez nyilván az önök áttekintése után már önök számára is ismert, a vásárhelyi önkormányzat egy alkalommal, egy Hódmezővásárhelyi vállalkozó esetében, ha jól emlékszem, de lehet, hogy ez három volt, kifizetett nagyságrendileg 6 millió forintot, egészen pontosan követelésvásárlás jog címén megvásárolt 6 millió forintnyi követelést egy vagy három vállalkozótól. E tekintetben a folyamatban lévő KR büntetőügyben most már nem a három vállalkozó, hanem a Hódmezővásárhely vagyonkezelője a sértettje a KR ügynek. Ez volt. Ki volt a tisztelőt is meghosszannak ide? Emlékeim szerint ez vagy közgyűlési döntés volt, vagy pedig vezetői döntés. Ezt nyilván önök jobban tudják. Mi volt akkor a vezetői az önkormányzatban? Emlékeim szerint vagy Lázár János, vagy Almás István. Pontosan. De ez volt egyszer. Ezt követően Lázár Jánossal, mint a térség országgyűlési képviselőjével, illetve az aktuális polgármesterrel, előbb Almás Istvánnal, majd azt követően ugye az ő halála után, pedig Hegedű Zoltán, akkor ugye polgármesteri jogköröket gyakorló alpolgármesterrel vettük fel a kapcsolatot, mind a kettő dokumentált formában történt, mind a két alkalommal ugyanazt kértük, amit öntől is kértünk itt az elmúlt napokban, szíveskedjenek egyrészt megvizsgálni azt, hogy a Kárt ügynek vannak-e önkormányzati vonatkozásai, másrészt, ha vannak önkormányzati vonatkozásai, akkor van ebben bármilyen felelősség az önkormányzatnak, harmadrészt pedig, ha van ebben önkormányzati felelősség, akkor a kártalanításba tessék beszállni, mint önkormányzat. Tehát gyakorlatilag... Mind a kettő polgármesterrel, illetve alpolgármesterrel ez ügyben tárgyaltunk. Almási István erre határozott személy szerinti ígéretet tett, hogy ő ezt tudja támogatni, ezt az ügyet. Nem tudom, hogy ennek elfogadni így szóval valamilyen dokumentumot mutasson be, hiszen csak a tegnapi nappal kapcsolatban is egy olyanokat állított, amire semmi alapja nem volt. Tehát innentől kezdve, hogy ön mit mond, az nem számít. Dokumentumai vannak erre? Ha az nem számít, hogy én mit mondok, akkor most miért beszélgetünk? Én kérdéseket szerettem volna föltenni, mióta fölálltam, azóta ön kérdez folyamatosan. Igen. Tehát még egyszer, mi volt, van egy bármilyen dokumentum, a eredménye vizsgálóbizottság felállítása megtörtént, de Almás István vagy Hegedű Zoltán intézkedése nyomán? Nem történt vizsgálóbizottság felállítása, a vásárhelyi közgyűlés nyilvános ülésén tartottam egy részletes beszámolót erről, ezt szintén nem biztosan ismeri. Nem tudtam, de önöknek és mi volt a közgyűlésnek a reakciója erre? Ezt meg kellene nézni az akkori közgyűlési közvetítésket, ezt ajánlom figyelmébe. Ez egy hosszú, nagyjából 15-20 perces. Én nem szeretném közgyűlésnek a korábbi döntést. Ha ez megmutatva rendezte a kérdést ön számára, akkor ennek örülök. Nem rendezte a kérdést, 15-20 percben tárgyalt a közgyűlés ebben az ügyben. Hát, hogyha mondod, közgyűlésnek, hogy nézsen jobb volt közgyűlésnek ezt a korábbi álláspontját. Akkor polgármester, most már megkérdezhetem, miért ide jöttem. Köszönöm szépen. Akkor rövid felvezetés után szeretném azt kérdezni öntől, hogy támogatni tudja ön személy szerint a Kárt ügynek a kivizsgálását. Én nagyon örülök annak, hogy Lázár János erre már ígéretet tett, és biztos vagyok benne, hogy jó kezekben van a miniszterelnökséget vezető miniszternél. Nem látom indokoltnak, hogyha ezt a közgyűlés már megtárgyalta egyszer, és nem állítottak fel a vizsgálóbizottságot, egy polgármester és egy alpolgármester már egyszer megvizsgáltak és nem állított fel a vizsgálóbizottságot. Én úgy érzem, hogy ennek valami más problémája van, mert hogyha ez a két, ha Almás István nem támogatta, ha Hegedű Zoltán nem támogatta, akkor ki lennék én? Nem ezt ezeknek a szakértő uraknak a döntéseit fölvizsgálják. Arról nem beszél, hogy még egyszer mondom, nem látom értelmét, hiszen ez folyamatban van a rendezése. De erre egy miniszter tett önnek ígéret. Hát a miniszternek semmi köze az önkormányzat dolgaihoz. Mert az ön hány helyről szeretne kárpótlást kapni? Az önkormányzat. Hány helyről szeretne? Én egy helyről sem szeretnék, azt szeretném, hogy a károsult alvállalkozókat kifizetnék, és az ő által az őtől járulott pénz, az nem egy polgármesteri kampányba vándorolna, hanem megkapnák a károsult alvállalkozókat. Biztos vagyok benne, hogy nem vándorolok sehova, az őtőlük elvett pénz, az őtségesre szerintem. Kampányba se vándorolt, ezt ön kedvényvével tudja tisztázni, de hál' Istennek mondom, a károsultak meg lehetnek nyugodtan, hiszen Lázár János úr
garanciát adott arra, hogy gyakorlatilag egy Vidoben Árpád, ugye így jogosultak a sajtóban, csak egy betesztottján múlott már a kisvekedés 2 évvel ezelőtt. 2016. Ön személy szerint nem támogatja akkor azt. Én nagyon támogatom azt, hogy Lázár János rendezze ezt a kárt, annál is inkább mert úgy gondolom, hogy ez a PPP beruházás az valahol mégiscsak az ő személyhez köthet. Az egy önkormányzat beruházás volt. Igen, ki volt akkor a polgármester? Ki volt akkor a polgármester? Lázár János. Köszönöm szépen. És a mindenkori polgármester felelős az önkormányzat ügyeiért. Lázár Jánosnak ilyen szempontból már megszűnt az illetékessége azzal, hogy én már nem polgármester. De én Lázár Jánosra nem kívánok itt önnel beszélgetni, én arról kívánok önnel beszélgetni. Hát, megértem, hogy miről kíván beszélgetni, de azért szeretném megmutatni, hogy teljesen legyen, hogy nyugodjon meg. Én azt szeretném kérni, hogy a polgármester úr, hogyha ön személy szerint nem támogatja, akkor legalább a képviselőtestület felé terjessze be. Éppen nem fogok. A polgármesternek van jogosultsága, nekem nincs jogosultságom. Ennek mindenféle beterjesztéshez van jobban, megkeresi a hivatalt, él hivatalos beterjesztéssel, és várja a válaszát hivatalos beterjesztéssel. Köszönöm szépen, ne nekem adj egyet. Nem köszönöm szépen, és nem kívánok önnek ezzel szólni. Borzasztóan meg vagyok bántva, hogy a Lázár János van egy bízik ennyire. Ezt nekünk hirdetni. Köszönöm szépen. Nem tárgya, hogy esetek után azt gondolja, hogy ez nem elektrik. Az a kérdés nekem, hogy ön miért Dénkülön Mária rendezés, amikor kettő polgármester adósságoknak, vagy a tartozásoknak a rendezésére. Akkor mit keres ma egy ilyen? És miért Lázár János mondjuk, hogy nem tudom, hogy Lázár János mit tegyene? Ezt tiszteltük. Mert azt látom, hogy rendszeresen kapcsolatot ad Lázár Jánosra. Azt miből látom? Hát a sajtóban láttam fényképet. Milyen fényképet látom? Majd megkeresem, de egyébként, hogyha a kettőjük nevét szerintem beütik a... De mondja meg, hogy mi az a rendszeres. Az rendszeresnek minősül el, mi találkozunk 2013-ban itt, igen? Polgármesteri irodában, aztán meg szedélyi ügyben találkozunk 2018-ban, ez rendszeresnek minősül el. Csak kérdezem, hogy ez rendszeresnek minősül. Milyen gyakran találkozott Lázár János? Most kérdezem, most mondom. Milyen gyakran? Ez a kettő volt életében, a kettőször találkozott Lázár János? Kár ügyben, ezen kívül találkoztunk még kétszer, amikor károsultak. Tehát ő négyszer beszélt Lázár Jánossal? 5 év alatt így van. 5 év alatt négyszer beszélt Lázár Jánossal. Ez lehet minősíteni rendszeres. Persze, ez az egy dolog. Akkor János már kielégítő választ kapott. Az 5 év alatt 4-szer találkoztam Lázár Jánossal, ebből 3-szor, vagy 2-szer Kárt ügyben, 1-szer Szevéd ügyben, 1-szer pedig Gyurcsány Ferenc vásárhelyi látogatásánál. Nekem ez kielégítő választ. A Lázár János azt most már félretegyük. Én félretettem volna eddig is. Jó, akkor Gyurcsány Ferencsel mi a kérdés? Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban mi a kérdés? Nem tudom, hogy mi állapban volt a Gyurcsány Ferenccel tartani kapcsolatban. Nem, Isten őrizzem. Az összebb is lesz egy kiszivárogtatása, amit a kapcsolatban. És azóta Lázár Jánossal? Vagy Lázár Jánossal előtte csak egyszer? Lázár Jánossal az előtte beszéltük volna. Jó. Arról tudom kíváncsi, hogy között fog jönni össze a két személy. Itt találkoztunk egy polgármesteri irodában, de ezt elmondtam az elején önnek. A volt miniszterelnök látogatást tett a regnáló polgármesternél. Ez olyan, mint hogy ön most, hogy értsd a dolgokat, hogy ön most fogadná akár Gyurcsány Ferencet, akár Megyesi Pétert, akár bármelyik polgármesterelnököt. Nem, most már még volt miniszterelnökről beszélek. Polgármesterként fogadja egy vásárhelyi látogatáson. Erről szólt az a találkozó. Mert ki volt akkor a polgármester? Tessék? Ki volt akkor a polgármester? Van másik. Van másik István volt a polgármester. Tehát akkor nem mint a polgármester fogadná, hanem mint a Lázár János fogadná, jó miniszter. Van másik István fogadná. Az előbb nem a másik Istvánról beszéltünk, hanem Lázár Jánosról. Akkor beszéltünk, hogy Gyurcsány Ferenc mit keresett itt az önirodájában. Lázár János. De nem volt. Lázár Jánosnál semmit van, más Istvánnál keresett. Akkor mi keresett Lázár János itt, amikor Gyurcsány Ferenc meglátogatta a más Istvánt? Meghívta a polgármester úr erre a találkozóra. Akkor milyen szükséget kell, ha már ez is kell? Hát akkor nézzük, hogy szívesen az egy Istvánt. Tessék mondani. Hát tessék elmondani. De csak egyet. Egyet, mert... Írás van. Jó? Nem kell, itt vagyunk. Nyugodtan tessék elmondani. Mert aki azt mondja, hogy ő nagyon bántva érzi magát hazugságokért, akkor tessék elmondani, hogy mi az. Mióta ilyen nyitják, azóta zárják ezeket az ajtókat, mert végtelen felháborít az, hogy valaki csak úgy betör egy önkormányzati irodavezető érkezésre, kérés és beengedés nélkül. Borzasztó vezetőség, nem tud gyerek szóval. Ez most a tájékoztató, nem szeretnék a sajtó felé különben, ez az én sajtótájékoztatom, de köszönöm szépen akkor. És a polgármester úrnak a szomajárás szerint, akkor a titkárságot folytatjuk a beadvány képvisítését.